Köszöntöm nézőinket! Megtartotta a hagyományos téltemető rendezvényét az elmúlt szombaton a Loncsosi Baráti Kör. Az eseményen a Loncsosi Emlékmű szomszédságában felállított telet jelképező kiszebáb elégetése után Vaculo István a házigazda baráti kör elnökének asztalos műhelyében sült kolbász, zsíros kenyér és jófajta loncsosi bor is várta a vendégeket. Jól fogyott a sült kolbász, a zsíros kenyér, de a jófajta loncsosi bor is a Loncsosi Baráti Kör hagyományos téltemető rendezvényén. A 2006-ban megalakult egyesület szinte minden évben megtartja a népi hagyományokra épülő programot, melynek természetesen egyik nélkülözhetetlen kelléke a Loncsosi Emlékmű szomszédságában felállított kiszebáb. A babona szerint ugyanis a szalmatestű alak elégetése elűzi a telet, és megszabadítja az embereket minden bajtól. Igaz, hogy eddig jó idő volt, de rendeltem egy kicsit hűvösebbet, hogy azért olyannak tűnjön, mintha telet búcsúztatnánk, mert az elmúlt napokban itt közel 20 fok volt, és 7 ágra tűzött a nap, a fák virágba borultak. Hát akkor mit kell ilyenkor búcsúztatni? De hát úgy, hogy ma egy kicsit visszafogottabb az idő, és akkor ma elbúcsúztatjuk a telet. Az eseményt szervező egyesület tagjai mellett Várpalota több pontjáról is érkeztek vendégek a Loncsos Városrész emlékparkjába, hogy megnézzék a téltemető népszokást. Mint ahogy az ilyenkor lenni szokott, a civil szervezet elnökének köszöntőjét követően nem kerülhette el szomorú sorsát a kiszebáb. Meggyújtása után rövid időn belül felcsaptak a lángok, és a lobogó tűz néhány perc alatt elemésztette a mágián a telet jelképező szalmabábot. Vaculo István köri elnök szerint az ilyen jellegű közösségépítő és erősítő programoknak a szórakozáson túl a mindennapi élet könnyebbé tételében is fontos szerepe lehet. Aki egyszer ezzel megfertőződött, az már nem tud kiszállni, meg azok az emberek, akik egy közösséghöz tartoznak, már igénylik azt, hogy csoportosan együtt legyünk. Beszélgessünk egymással, eszmecsere van olyankor, borozgatunk egy kicsit, és hát meg tudunk egymáson segíteni, mert hát tavaszi munkáknál, most mondok valamit, éppen egy hordómosásnál, lehet, hogy a 200 literes hordót egyedül nem sikerül kihozni, de itt meg tudják beszélni, hogy mikor lesz borfejtés, hogy főkészítsék a borversenyre a borukat, és addig le kell fejteni, le kell tisztázódni neki. Tudnak az emberek egymáson segíteni sok mindenbe, úgyhogy nagyon fontos, a közösség az egyik legfontosabb dolog a mi életünkben. A téltemető rendezvényt követően sem áll le az élet a civil szervezetnél. Az év további részében is lesz bőven tennivaló, hiszen márciusban folytatódik a Loncsosi Esték előadás sorozat, ahol ezúttal a tavaszi kerti munkák lesznek a fókuszban. De a város részben élők bevonásával a Loncsosi Emlékpark rendbetétele is a tervek között szerepel. Emellett májusban a Várpalotai Badacsonyi Kertművelő Egyesülettel karöltve borversenyre, júniusban családi napra, ősszel pedig a hagyományos szüreti bemutatóra várják majd az érdeklődőket.